Tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 8. fejezetből a 28-tól a 34. versig. Ez így hangzik. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörjél minket? Tőlük távolabb nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust. Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik. Menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket. Mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Gadara városa 10 kilométerre volt a Genezáreti tótól, a megszállottas sírboltból bújik elő. A sírboltokat a démonok kedvelt tartózkodási helyének tekintették abban a korban, ezáltal kapcsolat jött létre a halál és a démoni megszállottság között. A démonok felismerik Jézus valódi kilétét. Tulajdonképpen megvallják, hogy Jézus az Isten fia, mert így nevezik ők, hiszen tudják. Ne gyötörj minket kérés nyilvánvalóvá teszi, hogy a démonok elismerik, hogy Jézussal az Isten országa elérkezett, és ez csapás jelent a számukra. A sertések az izraelitek számára tisztátalan állatnak számítottak, ugyanakkor mulatságos állatoknak is tartották őket. A pogányok számára a zsidóknak a sertésektől való iszonyodása pedig a nevetség a gúnytárgya volt. Jézusnak van hatalma az ördögök kiűzésére, mivel ő az Isten fia. A történet nyilvánvalóan pogány területen játszódik, hiszen sertéseket a zsidók nem etettek és nem legeltettek, milyen tisztátalannak számított, ahogyan a Zsoltáros is mondja, átkozott, aki a sertés legelteti. Általánosan elterjedt nézet volt, hogy a démonoknak tartózkodási helyet kell találniuk, nehogy örök büntetés helyükre kerüljenek. Ezért kérik a kondát Jézustól, hogy azon a vidéken maradhassanak. A konda pusztulása az ördög vereségét mutatja. Ez a történet úgy kell ezt értelmeznünk és fölfognunk, mint egy gyógyítási történetet. Az önmagától elidegenedett ember Jézus segítségével visszatalál önmagához és Istenéhez. A gyógyítás megtörtént. Jézus minden bajtól meg tudja szabadítani az embert. Részünkről elsősorban hitre van szükség, és állandó kapcsolatra az Istennel. Ebben a szakaszban Máté evangélista Jézus hatalmát akarja bemutatni, aki a szabadulást hozza meg az ember számára, és szabadulást hoz nekünk is. Köszönöm a figyelmet!